Jó estét kívánok mindenkinek! Mindig azt szoktam mondani, hogy a motorsportban az egyik jellemző, hogyha pénteken délután 2-kor van a gépátvétel, és pénteken délután 2-kor nem vagyunk ott, akkor néző lesz belőlünk. Most majdnem így jártunk itt a technikával. Szóval, motorsport és a fizika, vagy a Forma 1 fizikája, nem csak a Forma 1-ről lesz szó. Szerettem volna néhány szóban, egy picit hangos azt hiszem, kicsit gerjed. Néhány szóban tényleg ennek a fizikai hátteréről is beszélni, de mivel hogy ez egy ember-gép kapcsolat, nem ússzuk meg anélkül, hogy valamennyit a pszichológiájáról is beszélnénk, és talán még egyéb összefüggésekről, ezt majd úgy később meglátjuk. Ezek az én fiatalkori gyenge pillanataim mint az elején. De kezdjük azzal, hogy mi is az, hogy motorsport. Vannak országok, ahol 400 méter egyenest kijelölnek, végigmennek rajta, és ezt motorsportként értékelik. Kétségkívül van benne teljesítmény, ne becsüljük alá, azért ez nem olyan egyszerű, mint ahogy kívülről kinéz. De én inkább valami ilyesmire gondoltam, ahol egy versenypálya kanyarodik, fölfelé megy, lefelé megy, esetleg különböző időjárás is adódhat, tehát valamivel komplexebb kihívást. És akkor mindjárt elkezdeném, ott előttünk egy teljesen szokványos hajtűkanyar, hol tudunk gyorsabban menni. Ugye minden vezető, hogyha úgy érzi, hogy kicsit túl gyorsan ment be egy kanyarba, akkor befelé törekszik, meg azt látjuk, hogy a versenyzők is nyesik a kanyart, és egészen behúzódnak a belső oldalra. Hát, hogy ez jó-e egyáltalán, hogy igazunk van, ha ilyet teszünk. Azt is hozzátenném, hogy rendszeresen végeznek különböző országokban felmérést, hogy ki milyen autóvezetőnek vallja magát. Férfiak esetében érdekes módon 85% az átlagnál jobb. Akkor a maradék 15%-nek nagyon rossznak kell lennie, vagy valami másról van szó. Hölgyek esetében ez egy reálisabb kép, hogy ugye a fele 55-60% maximum, attól függ, milyen országról van szó. Tehát ők valamivel reálisabban satszolják be ezt a helyzetet. Szóval nézzük meg azt, hogy ez a hajtűkanyar egyébként a legegyszerűbb kanyar az autósportban. Ezt most nem viccből mondom, ez tényleg így van. Mert itt gyakorlatilag csak a fékpontot kell eltalálni, és onnantól kezdve a többi már nem lehet nagyot újítani. Tehát nézzük meg, nem bonyolódom bele az egyenletekbe. Lényeg az, hogy föl lehet írni szépen. Hopp, egyel több volt. Tehát ki fog derülni, hogy a kisebb sugáron bizony lassabban tudunk menni. Teljesen egyértelmű, jobban be kell tekerni a kormányt, minél jobban betekerjük a kormányt, annál hamarabb veszítjük el a stabilitást, illetve annál nagyobb lesz a centrifugális erő. Tehát valószínű, hogy nem ez a legjobb megoldás. Most akkor viszont az autóversenyzés azért általában arról szól, hogy gyorsan kell végigérni egy pályán, és akkor azt fogjuk látni, hogy a belső íven ugyan lassabban tudunk menni, de hamarabb végigérünk rajta. Most a kérdés az, hogy ezek után mit tanácsoljunk egy autóversenyzőnek, valaki elhatározza, hogy ő most versenyző lesz, hogyan vegye a kanyart, egyik vagy a másik íven. Mindjárt mondhatom előre, egyiken sem, mert ez a fajta kanyarvétel az akár kívül, akár belül biztos, hogy nem célszerű. Hogyha ezt egy kicsit továbbfejlesztjük, akkor megtartjuk a nagy sugárnak a nagyobb ívét, tehát nagyobb sebességgel tudunk haladni a kanyarban, és megspóroljuk az utat, tehát bejövünk a legbelső pontjára a kanyar közepén, így már viszonylag időben is jók leszünk, meg sebességben is. Na most elárulhatom azt is, hogy gyakorlatilag így is csak olyan versenyző menne, aki lendületből megy és már leállt a motorja. Tehát az az autó, ami tudja gyorsítani meg lassítani, az nem fog így menni az íven. És hogy miért nem, azt egy kicsit bonyolultan fogom elmesélni. Tehát mit tud egy versenyautó és mit nem? Ha a versenyautóra gondol valaki, mindig eszébe jut nagy motorteljesítmény, piszok jól gyorsul és nagyon gyorsan megy. És azt mondom, hogy az egyetlen dolog, amit egy versenyautó nem tud, az a gyorsulás, és ezt mindjárt meglátjuk, hogy miért. És most jön az a videó animáció, amivel tulajdonképpen a hátra levő most már csak 3/4 órát akár el is tölthetnénk, mert ennyi idő alatt még fel sem tudjuk fogni azt a mennyiségű információt, amit nekünk itt ülve, teljes nyugalomban meg kéne nézni. A versenyző, aki csinálja, az közben ki van téve annak a helyzetnek, hogyha nem jól csinálja, akkor minimum összetöri az autót, vagy saját magát, vagy még rosszabb. És közben a testére gyorsulási erők hatnak plusz-minusz 5G kategóriában, tehát a vadászpilóta vagy a műrepülő pilóta tartományában. És ehhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy hosszas kísérletek eredményeképpen kiderült,
hogy egy átlagos autóvezető, most a, ugye akkor 85% az, most nem tudom, hogy hova tegyem, egy átlagos autóvezető cselekvő képessége 0,3G keresztgyorsulástól kezdve már befolyásolt. Hát azért nem száguldozik mindenki annyira az utakon, a kanyarokban, még ha egyenesben igenis az autópályán, mert nem érzi jól magát, kezd bizonytalanná válni, és 0,3G az a határ, ahol a legtöbb autóvezető már úgy érzi, hogy valami nem teljesen biztonságos. Most egy Forma 1-es autó korszakoktól, pályáktól, gumitól függően akár keresztgyorsulást is tud 4-4,5G tartományban produkálni, tehát ennek több mint a 10-szeresét, és jó, hogyha ebben az állapotban a vezető még cselekvőképes. Szóval, de mit tud egy Forma 1-es autó? Elkezdtem statikusan magyarázni, mielőtt elindítanánk ezt az animációt. Ez itt egy nagyon bonyolult dolog, kezdjük két dimenzióban. Ez egy autónak egy adott sebességénél az a félkör, ami a gumi surlódását és ezzel a maximálisan elérhető különböző irányú gyorsulásokat írja le. Vagyis előrefelé, ahol így le van vágva, ennél a sebességnél a motor teljesítmény és a légellenállásból adódóan még ennyit tudunk gyorsulni, ez a szaggatott vonalhoz képest. Errefelé ez lenne a fékezés. Óriási, sokkal nagyobban tudunk lassulni fékezéssel, mert a légellenállás is segít. Az autónak gumik, ez a fizika csodája, ebben az állapotban surlódási tényezőjük, vagy mondjuk azt, hogy tapadási tényezőjük kb. Másfél körül van. Tehát eleve 1,5G-vel tudna az autó lassulni, ha nem lenne aerodinamika, nem lennének szárnyak, ezeket majd később elmesélem. De mivel, hogy vannak rajta szárnyak és különböző aerodinamikai eszközök, amitől a levegő áramlása az autót lenyomja az úthoz, ezért minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a potenciál, amivel fékezni és kanyarodni tudunk. Most ez hozzájön természetesen, itt arról beszélünk, hogy kb. 2 másodperc alatt tud az autó sebessége, különösen ha fékezünk, mondjuk 300-tól 100-ig változni. Ekkor a változásnál a potenciális oldalerő, amit ki tudunk használni, vagy fékezőerő, kb. Ilyen arányban változik. Hát a vezetőnek mind a kormányzásnál, mind a fékezésnél ezt saját magának figyelembe kell vennie. És a lényeg az, hogy az fog nyerni, akinek az autója minden időpillanatban valahol ennek a peremén van, ennek a szeletnek, ennek a torta szeletnek. Maximum azt szoktuk látni, hogy amikor az egyenesből, a teljes gázos gyorsításból rálép a fékre, akkor itt átszalad, és onnantól kezdve valahol ennek a peremén mozog a versenyautó. Mert ha valaki kívül szeretne rajta menni, az nem a pályán fejezi be a versenyt, aki meg belül megy, azt meg lehet előzni. Tehát ez az egy lehetőség van, aki meg akarja nyerni a versenyt, az legyen szíves mindig ezen a ponton elhelyezni a versenyautóját. És hogyha ezt felrajzoljuk a sebességet, akkor látjuk, hogy miről van szó. Tehát álló helyzetben gyorsítani azért nem tudunk jobban, mert az autónak csak 2 kereke van meghajtva, tehát a gyorsításra eleve csak 2 használunk, kanyarodásra meg fékezésre viszont mind a 4, tehát már az elindulás pillanatában is jobban tudunk kanyarodni, meg fékezni, mint gyorsítani. Ahogy elkezd gyorsulni az autó, és a leszorító erő megjön, látszik, hogy a gyorsulási potenciál is nő, mert a leszorító erő hatására a hátsó kerék, ami meg van hajtva a Forma 1-es autónál, az is jobban tapad, tehát egyre jobban tudunk gyorsítani, de csodák csodája, 100-101 néhány kilométeres sebességnél ez a 800 lóerős motor teljesítmény is kevés ahhoz, hogy ekkora tapadás mellett kipörögjön a kerék, tehát onnantól kezdve nincs vonóerő feleslegünk, és innentől kezdve, hogy nő a légellenállás, egyre csökken újból a maximálisan elérhető gyorsulás egészen nevetséges értékekig, míg valahol, mit tudom én, 301 néhány kilométer per óra környékén ez a pálya beállítástól, szárnyaktól függ, elfogy a fölösleg, és nem gyorsul tovább az autó, eléri a végsebességét. A többi irányba látszik, hogy ellipszis formájú, tehát fékezni tudunk a legjobban, ez több mint 5G szokott lenni. Oldal irányban ilyen 4-4,5 a mai Forma 1-es autóknál. És hát ezen a felületen fogunk ide-oda szaladgálni, tehát nem csak egy ilyen vonalon kell tartania a versenyzőnek az autót, hanem pontosan mindig ennek a csonka kúpnak valamilyen felületén, hogyha eredményes akar lenni. Na most mindebből megnézzük Michael Schumachernek egy valamikori edzőkörét a monzai híres pályán. Karakterisztikus pontok, ez a célegyenes, rajt cél, jobb forgású a pálya, ez úgynevezett parabolika kanyar, és különböző lassító folyosokkal van tarkítva, itt van 2 jelentősebb derékszög kanyar, és egy párszor le fogom játszani, mert ha 5-ször megnézzük, akkor sem értjük még a felét sem, hogy érdekesebb legyen, fönt még be lesz vetítve a motorfordulatszám, tehát lehet látni a sebességváltásokat, és zölddel az autó sebessége is. Az.
teljes gázzal haladunk a célegyenesben, közeledünk a lassító folyosóhoz. Ez az iszonyat zsugorodás, ahogy elmegy a tapadás, ahogy megszűnt az aerodinamikai leszorító erő. A sikámban jobbra-balra. Most jön az úgynevezett kurva grande, amit padlógázzal lehet venni, tehát látszik, hogy lehet nyugodtan padlógázzal gyorsítani, nem éri el a centrifugális erő a kritikus értéket. Majd jön egy lassító folyosó. Bal. Ismét, és közben itt látni a sebességet, hogy milyen utakat teszünk meg ezen a csonkakúpon, mennyi idő alatt. És látod, hogy gyakorlatilag pillanatokon belül 250-300 km per óra között van a sebesség mindig. Tehát 1-2 másodpercet töltünk el csak az alatt. Még akkor is, hogyha lelassítottunk egészen apró sebességre. És figyeljük meg, hol kezd el fékezni a versenyző 300-ról a kanyar bejáratában. Itt kb. 315-20 km-es sebességgel érkeznek. És baromi egyszerű a fotelben ülve kritizálni, amikor valami nem sikerült. Szóval megmutatom még egyszer. Mondom, ez a kis pici gyorsulás, a versenyőút az egyetlenet nem tud gyorsulni. Az idő többségében alig gyorsul. Lassulni remekül, kanyarodni nagyon jól. És itt látni, hogy milyen gyorsasággal jutunk fel, 250-270, már 300 km per óra körül majdnem. Közben erre is figyelünk, itt látszanak a sebességmetszetek. A következő kanyar kombinációnál ajánlom megfigyelni, ez egy hármas sikán lesz, három kanyarból álló, és ez fontos lesz a későbbiek szempontjából. Itt most gyorsítunk, már amennyire gyorsul. És figyeljük meg, fék, bal kanyar, jobb, és ebben már folyamatosan nő a sebesség, tehát már a bemeneti oldalán az utolsó bal kanyarnak nagyon erős gázadással gyorsít a versenyző. Visszamennék erre a pontra. Bocsánat, ez késő volt. Hát bemegyünk a sikámba, balos, jobbos, és az utolsó balosban már emelkedő, már végig gyorsítunk. Tehát a bejárati ponttól kezdve gyorsít. Ugyanis arról van szó, hogy nem az a gyors autóversenyző, aki gyorsan mer bemenni a kanyarban, hanem az, aki gyorsan jön ki, mert azt a sebességelőnyt a következő egyenesben végigviszi magával. Tehát ha gyorsan beesünk egy kanyarba, sokat kell varázsolni, és lassan jövünk ki belőle, abból sosem lesz jó köridő. Még egyszer? Oké. Okay. Érdemes megfigyelni azt, hogy mennyi ideje van a versenyzőnek arra, hogy erre a vékony zöld vonalra rátegye ezt a piros pontot. A monzai pályán nem ritka a 80 méter per szekundum fölötti sebesség. Ha azt vesszük, hogy nincs olyan ember, akinek a reakcióidője 2/10 másodpercnél jobb lenne, akkor az 16 méter. És akkor gondoljunk bele azokba a helyzetekben, amikor versenyzők egymástól 2-3 méterre haladnak ilyen sebességeknél, és valaki neki koccan a másiknak, a hülye belement hátulról, nem tud vezetni. Ehhez elmondanám azt, hogy ha mindenbe belegondolunk, egy ilyen versenyautó, ha 200 fölött az előmenő elveszi a gázt, több mint 1 G-vel lassul. Mert olyan pici a tömege, és olyan nagy a légellenállása, és olyan nagy a motorfékhatás is még hozzá. Tehát, hogyha valaki így 300-nál megy a másik mögött 3 méterrel vagy 2-vel, mert különben nem lehet előzni, és az első csak 5 méterrel korábban veszi el a gázt, mert nem olyan biztos a dolgában a kanyar előtt, akkor elkerülhetetlen a baleset. Tehát ezek a fiúk arra vannak ráutalva, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, és ha valaki nem azt csinálja, akkor az nagyon látványos.
Szóval ezt még lehetne nézegetni sokáig, de hogy jutottunk el idáig? Nagyon sokáig ebben a korszakban mai fogalmaink szerint kb. Téli gumiabroncsal jártak a versenyautók, küllős kerékkel, virsli gumival, és látszik, hogy kb. Ezt tudták, tehát gyorsulás megint csak a két kerékhajtás miatt erre erősen le volt vágva, és a sebességtől szinte függetlenül tudtak kicsit jobban fékezni, mert a légellenállás akkor is segített valahogy kanyarodni, és az a meglepő, ez a vonal jelzi mindig azt a pontot, ahol a vonóerő felesleg megszűnik, és már nem pörög ki a hajtott kerék teljes gáznál sem. És ha megnézzük, ez ilyen 101 néhány kilométer per óra volt az utolsó 60 évben, akár 200 lóerős volt az autó, akár 1000. És ez nagyon érdekes, hogy ez mindig így alakult ki, mert mindig fejlesztették a futóműveket, a gumikat, és amennyivel több lett a motor teljesítmény, annál jobban több tapadást tudtunk átvinni az útra, és valahogy ez véletlenül így sikerült. Szóval a különböző korszakok Forma 1-es autói, az első nagy újítás volt Colin Chapmannek a szárnyas Lotusa, ahol a repülőgépiparból kölcsön vett szárnyprofilokat, nem fölhajtó, hanem leszorító erő generálására rászerelték az autóra, és hát látszik, hogy ez brutális, mert gyakorlatilag 2G-ig megduplázódott az a sebesség, amivel kanyarodni lehetett, meg fékezni. Ez azt jelenti, hogy az a kanyar, ahol leszorító erő nélkül 100-zal be tudtunk fordulni, ha kétszer akkora oldalgyorsulást tud az autó, akkor 140-nel tudunk befordulni a szárnyas autóval. Ez nyomasztó lehet annak, akinek nincs szárny az autóján, úgyhogy hamar lett mindegyiken. És aztán ez fejlődött tovább, Colin Chapman tovább ment, a T95-ös Lotusszal, odáig eljutottak, hogy már szárny nem volt elég, az egész autó hasát lezárták gyakorlatilag, ténylegesen a földön csúszó kis lemezekkel, amiknek az alján egy fakorcsolya volt, a fa mint high-tech szerkezeti anyag volt erre a legalkalmasabb, hogy egész idő alatt az aszfalton csúszkáljon, kis gyenge rugókkal le is volt szorítva. Gyakorlatilag az autó alá nem jutott be levegő, hátul viszont szabad volt a kiáramlás, tehát teljes depresszió alakult ki az autó alatt, és nagy felületen, mint egy tapadókorong leszívta az úthoz. És hát ennek látjuk a hatását, tehát a T95-ös Lotus volt az első, ami már 4G közelébe el tudott menni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 100 km-es sebességre ez nem érvényes, de ahol 100-zal lehetett befordulni, ott ez 200-zal tudott befordulni. Szóval az nagyon sok. És ahol 200-zal tudott a másik, ott ez padlógázzal átmehetett, mert elvileg 400-nál is elég lett volna a tapadás, annyit meg nem is megy az autó. Tehát olyan kanyarokban, ahol korábban embert próbáló módon kellett átvinni az autót, egyszerűen be kellett fordítani a kormányt, nagyon egyszerű 4G-nél, és végig kellett menni rajta. Persze ezt betiltották biztonsági okokból. Ez a biztonsági ok mindig egy kicsit politikai, mert akinek nem működik, akkor az azért lobbizik, hogy hát ez már életveszélyes, ez őrület, ezt nem lehet, ezt már az ember nem tudja. Lényeg az, hogy betiltották. Annyi volt igazság a veszélyességben, hogy ez az autó csodálatosan tapadt egészen addig, amíg rá nem ment mondjuk egy kis lapos szegélykőre, és alá nem ment a levegő a tapadókorongnak. És akkor olyan messzire repült, hogy nem tudta befogni a tévékamera. Tehát ezt betiltották, és csodák csodája, az a Williams istálló járt élen ebben, más eszközökkel, akkor ez a leghíresebb volt az aktív futóműről, tehát ott a kocsi magasságát állítgatták számítógépvezérelt hidraulika rendszerekkel úgy, hogy menet közben az egyenesben kisebb legyen a légellenállás a kanyarhoz, maximális a tapadás, tehát így lehetett vele variálni, és eljutottak odáig, hogy elérték az 5G-s értékeket, amit persze megint be kellett tiltani, mert ez már őrület, ez már életveszélyes, ez így jön periódikusan. És azt látjuk, hogy mondjuk a Ferrari F300-as mindezek nélkül, tehát nem lehet tapadókorong hatás, nem lehetett aktív futómű, bekorlátozták a szárnyak méretét, és mindent elképzelhetőt kitaláltak, és néhány éven belül megint ugyanodáig eljutottunk, és ez így megy örökké. Hogy ez mit jelent a vezető számára? Elkezdem óvatosan, beszéltem arról, hogy a fékezésnél bizony van egy problémánk, mert ahogy fékezzük le az autót, mondjuk 300-ról 80-ra, tehát a célegyenes végén van egy hajtókanyar, és 300-ról 80-ra le kell fékezni, ehhez egy Forma 1-es autónak 1,6 másodpercre van szüksége. Tehát nem sok. De mivel hogy közben változik a tapadás, látszik, hogy 5,1G-vel kezdjük, és 2 valamennyivel fejezzük be. Ami azt jelenti, hogy az a maximális féknyomás, amit a versenyző használhat arra, hogy még ne blokkoljon a kerék, az kezd valahol 140 bárnál, és a végére le kell szabályoznia 60-ig. Ez így még viszonylag egyszerűen hangzik,
De ha megnézzük, hogy mi történik valójában, kinagyítva, akkor azt látjuk, hogy amikor ráugrik a vezető a fékpedálra, ezt a pici részt ezt elhagyta, annyira nem mert, tehát ez volt a maximális féknyomás, de egy tized másodperc múlva már elkezdi engedni a lábát, mert lassul az autó, csökken a tapadás, és kell elvenni a fékerőt, mert különben szögletesre kopik a gumi, mert megáll a kerék. És miközben ugye két oldalról próbálják előzni, nézi a tükröt, kapcsol vissza, keresi azt a pontot, ahol ezred másodpercre gyakorlatilag el kell fordítani a kormányt, mert itt millisekundumokról beszélünk, hogy ideális íven maradjon az autó. Közben a lábával ilyen szépen szabályozza az ideális görbe mentén a féknyomást, és amikor elkezdi elfordítani a kormányt, még jobban, mert akkor a belső oldalról lejön a terhelés, és emiatt még el kell venni a fékerőből. Tehát az a kis komputer, amit a mi autóinkban a blokkolásgátló csinál, azt nála még ott megy így a háttérben, és ezt csinálja a lábával. És aztán hogy néz ki az, hogyha beül egy igazi versenyző az autóba? Amint mondtam, ez Ayrton Senna volt ki alamiban Dél-Afrikában, tehát látszik, hogy igencsak kívül mozog ezen a burkoló görbén. Azért ilyen széles, mert a gyors kanyarokban nyilván nagyobb gyorsulásokkal lehet menni, a lassúbbakban kisebbel, tehát így néz ki, ha megy egy pár kört a pályán. Beül egy nagyon jó képességű amatőr versenyző ilyen autóba, és ez lesz belőle. Ez versenyző a maga nemében, tehát nem minden valaki a teremből, aki azt mondja, hogy az átlag fölött tud autót vezetni. Ez egy kifejezetten sportos emberi lény, tehát közelében nem tud jutni annak, amit az autó tudna. Közelébe sem. És már csak azért sem, mert hogyha nem megy el ezekig az értékekig, akkor nem áll be a gumiabroncsoknak mindennek az üzemi állapota, nem áll be az egyensúlyi állapot, amire az autó be van állítva, és amitől egyáltalán működik. Ugyanis ez a futómű is úgy van beállítva, hogyha nincs meg az a 4G keresztgyorsulás, akkor nem fekszik fel a gumi teljesen a kanyarban, és ezeknek a gumiknak, erre később talán, ha lesz időn, ki fogok térni, bizony nem csak a surlódási tényezője van, hanem meleg állapotukban, mint a Celux, tapadnak az útra. És ebből adódik az, hogy a kocsiknak a súlya is rendkívül lényeges. Tehát látható, hogy ahogy fogy a benzin, körről körre mérhetően javul a köridő, tehát 1-2 kg-os tömegcsökkenések már számítanak, mert ugyanannak az adhéziós erőnek kevesebb tömeget kell vízintes irányba gyorsítania. Tehát egy nagyon-nagyon lényeges dolog. És hogy a tömeg még mennyire fontos, egy Forma 1-es autónál, hogyha a kocsi súlypontja, ahogy a konstruktőr dolgozik, hogy mit hova épít be, 1 mm-rel megváltozik, az már mérhető köridőben. Tehát ennyire fontos, hogy mit hova építünk be. Na, szóval, mivel hogy ott láttuk, hogy az autó sokkal jobban tud fékezni, mint gyorsítani, még egy versenyautó is, akkor is, ha 1000 lóerős, ezért el fogjuk torzítani ezt az ívet, sokkal kevesebb utat hagyunk a fékezésre, mert azt nagyon jól tudunk, és átszerkesztjük úgy a kanyart, hogy már itt elkezdjünk kezdeni gyorsítani, egy egyre növekvő rádiuszon, egyre kisebb kormány elfordítással, és ahogy csökkentem a kormány elfordítását, úgy tudok gyorsítani. És így tudom a kanyart a lehető legnagyobb sebességgel elhagyni. Igen ám, de mi van akkor, hogy jönünk talán egy másik kanyar, kellemetlen távolságban, akkor ez a taktika nem jön be, elkezdünk szerkeszteni valami másik ívet, tehát ezt a kanyart már elrontom ahhoz, hogy az előbbi kanyarból, amit az előbb látunk, ebből a hajtűből ideálisan tudjak kijönni. De ez is csak addig működik, amíg nem jön egy gonosz ellenfél, és bennem megy mellénk a belső oldalra, mert ugyan nem tudott gyorsabban befordulni, de ő van belül, és már is megelőzött. Tehát még erre is kell figyelni. Tehát a vége az lesz, hogyha egyedül vagyunk, valami ilyen íven fogjuk ezt a hármas kanyart megszerkeszteni, és hogy lássuk a dolognak az egyszerűségét, a híres régi Nürburgring versenypályának van egy Hatzenbach nevű kanyarkombinációja, ahol erről a hat kanyarról van szó, ahol szó szerint az elsőtől kezdve a hatodikra gyúrunk. Tehát az első öt, tehát nem ideális íven vesszük, hanem valahol máshol, és erre tudom azt mondani, hogy ez már megkülönbözteti a kézművest a művésztől, mert itt már nem lehet a fehér vonal mellett elmenni egy szóró festéksprével megjelölt pontig, és ott befordulni, itt valahol a térben el kell helyezni a sebességet, az oldalgyorsulást, mindent, a fékpontokat, és nincsenek ilyen fix tájékozódási pontok, tehát ezt ilyen sebességeknél, oldalgyorsulásoknál, mint egy jó zenésznek vagy dobosnak ezred másodpercre érezni kell, hogy mit mikor csinál. És hogyha minden mellett még a pálya mentén nincs kifutó tér, akkor ennek a drámai volta még sokkal jobban látszik. Ez Monaco. Ez itt 200 valamennyi. Itt kevesebb.
És ha most figyelünk majd, ennek a kanyarnak a kijáratából egy darabig kicsit fura lesz a motorhang. Itt, meg még egyszer mindjárt. Itt is egy pillanatra. Ez kb. Nem egész egy másodperc, amíg kipörögne a kerék, és az elektronika meggátolja. Ez a fura hang, amikor az elektronika dolgozik. Szóval itt nincs tűrés, itt aki nem 5 centin belül megy ezekhez az acélkorlátokhoz, az itt nem fog nyerni. Szóval röviden az aerodinamikáról. Nyilván mindenki látott már repülőszárnyat, ha ezt megfordítjuk, nem felhajtó erőt fog fejleszteni, hanem leszorító erőt. És annyira, hogyha megnézzük egy Forma 1-es autó által produkált leszorító erőt, akkor látszik, hogy 170 km-es sebességnél már annyi a leszorító erő, mint az autó tömege. Tehát már fönnmaradna a mennyezeten. Nem marad fönn, mert még a légellenállást le kell győzni, át kell adni annyi vonóerőt, tehát feleslegeket kell produkálnunk. Tehát valójában olyan 201-néhány kilométeres sebességnél van annyi plusz felhajtóerőben, hogy a mennyezeten tudnánk vele autózni. Ez teljesen valós, tehát ha valaki építene egy olyan utat, akkor lehetne rajta menni. És hogy a különböző alkatrészei az autónak, csak a legfontosabbakat említsük, nagyon lényeges persze, hogy milyen légellenállás árán érjük el ezt a leszorító erőt. Tehát a tipikus, a legelső, amit használtak a szárnyak, itt látszik, hogy a légellenállás 2,5-3-szorosát tudjuk leszorító erőben előidézni. Amiről sokat beszéltünk az utóbbi években, a diffuzorok, és nem csoda, hogy ennyit beszéltünk róla, itt a légellenállás 6-7-szeresét lehet leszorító erőben nyerni, hogyha a fenék lemezt a hátsó tengelyek tartományában az autó végéig ideálisan alakítjuk ki. Tehát ez brutálisan hatékony, és gyakorlatilag ezen múlt minden az utóbbi években, hogy ki milyen diffuzor tudott még realizálni abban a tartományban, amit a szabályok megengedtek. Tehát kell hozzá sok jogász és sok mérnök, hogy a szövegből ki lehessen hámozni azt, hogy még, erre szokták mondani a Forma 1-re, az a jellemző, hogy 10 nagyon okos ember írja a szabályt, és 1000 próbálja meg kijátszani. És hát az autó elején is sok minden van, tehát az első tengelyek alatt nem jól szokott látszani. Vannak úgynevezett splitterek, amik meggátolják azt, hogy a torlónyomásból túl sok kerüljön a jármű alá. Ezeknek nem túl jó a hatásfoka, de hát mindent használunk, amit lehet. A végeredmény az, amit mondtam, hogy egy ilyen Forma 1-es autónak már úgy néz ki, mint egy repülőgép, borzalmas légellenállása van. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan személyautó az 50-es években, aminek olyan rossz lett volna a légellenállása, mint mai Forma 1-es versenyautónak. Tehát ezek brutális légellenállással közlekednek, és ezért van az, hogy ha csak elkapja valaki a gázt, az úgy lassul, mintha mi teljes erőből nyomnánk a féket. És aztán röviden a gumiról. A versenyautók alatti gumiabroncs nem csak másképp néz ki, hanem teljesen másképp is működik. Tehát, hogy mik a tapadásnak az összetevői, amiről beszéltem, nyilván van az úton egy bizonyos érdesség, ezzel egy bizonyos surlódás már eleve van minden gumiabroncs és az út között, de versenyautó going, tehát figyelembe kell venni az adhéziót, amit mondtam, mint a cellux, amit ráragasztunk valamire. Attól függ, hogy hogyan, valahol 70-80-90 Celsius fok körül ezek a gumiabroncsok nagyon szépen ragadnak az úthoz. Különösen akkor, hogyha az út sima. És ez nagyon érdekes, meg lehet figyelni bizonyos versenypályákon nagyon érdekesen. Tehát mindenütt tudjuk, ahogy telik az idő az edzések alatt, egyre gyorsabbak lesznek az autók, mert egyre több gumi van a pályán, és a pálya pórusait egyre jobban kitölti. Tehát minél kevésbé érdes a pálya, annál jobban tapad. Igen, ám, de mi van, ha leesik az eső? Ha leesik az eső, az ideális hív az egyetlen hely, ahol nem lehet menni, mert ott teljesen simává válik ettől a rákent gumitól a pálya. Tehát akkor rögtön kiebb kell menni annyival, ahol nincs felgumizva, viszont ott még érdes az aszfalt. Tehát ez nagyon fontos, hogy a versenyző ezt mikor ismeri fel. Persze egy idő után az eső lemossa nyilván meg, ahogy jönnek-mennek az autók ezt a gumiréteget, tehát ez megint változni fog. De hogyha esik az eső és vizes a pálya, akkor nincs adhézió, akkor csak és kizárólag surlódási tényezőről beszélhetünk a gumiabroncs és az út között. Az is érdekes, ezeknek a gumi keveréke egy nagyon nagy belső csillapítású anyag. És ha mondjuk egy ilyen szemcse, elképzeljük, ezt így végighúzzuk a gumi felületén, ahogy a gumi csúszik az úton, ez a benyomódás halad az anyagban, és az első oldalon, a felfutó ágon nagyobb erőket kapunk, mint a lefutó ágon a belső saját csillapítás miatt.
Tehát egy versenygumiba belenyomjuk a körmünket és elvesszük, az még percekig látszik, mert nem rugózik olyan gyorsan vissza, és ez segíti a tapadást. És a még érdekes, amire nem szoktunk gondolni, hogy a leváló gumirészecskék is tapadást képviselnek, mert amikor kinyújtom azt a kis gumiszemcsét, az erőbe kerül, de ha leszakad, nem adja vissza. Tehát egy vissza nem térülő befektetés, tehát még ez is hozzátartozik. És ez nagyon érdekes, közeli felvételeken néha-néha látni, hogy a versenypályákon száraz időben az ideális íven kívül egy ilyen matt, fekete gumiszőnyeg hever, az amit ha radíroztunk volna, csak kicsit nagyobbak. Ez a versenygumikból levált, lekopott, ilyen formán leszakadt futófelület. És ez az oka az, hogy olyan unalmasak a versenyek, mert hogyha verseny közben valaki előzni szeretne egy másik íven menni ebben a kanyarban, mert ő még kívül is gyorsabb, és egyszer rámegy, akkor vége, ugyanis ez rögtön rátapad a saját gumiára, és azután mindent fog csinálni, csak nem tapadni. Tehát vagy egy-két körre van szüksége, hogy megszabaduljon ezektől ettől a gumimorzsaléktól, és addig mindenki megelőzi, vagy olyan tartósan annyi kiegyensúlyozatlanságot tud okozni, hogy akár be is kell menni a boxba kicserélni, mert nem lehet menni az autóval. Tehát ezért unalmasak a versenyek, és ezért jók az esős versenyek, mert ott a pálya teljes szélességét lehet használni. Ezt próbálták a szabályalkotók meggátolni a hornyos gumival. Nagyon jó ötlet volt, mert úgy gondolták, hogy ha hornyos lesz a gumi, akkor majd nem tudnak ilyen lágy keverékeket használni, és akkor majd olyan kemény lesz a gumi, mint az utcai, és akkor majd megint izgalmas lesz a verseny. Hát az ellenkezője történt. Ez volt a Forma 1-nek az 5 vagy 6 legunalmasabb éve, mert csak annyi történt, hogy a hornyos guminak még szűkebb lett az üzemi tartománya, amiben lehetett vele menni, és a versenyzőnek semmi más feladata nem volt, mint hogy a gumicserék számának a függvényében abban az üzemi hőmérséklet tartományban tartsa a gumit, és akkor sem mehetett gyorsabban, ha tudott volna, mert túlmelegszik a gumi, és akkor megint nem tapad, ha meg lassabban ment, akkor meg azért. Tehát gyakorlatilag a számítógép diktálta a versenyeket, és ha valaki az első körben körönként 15 század másodperccel gyorsabb volt, mint a másik, akkor körbe tudtuk a verseny végeredményét. Tehát az emberi tényező nem játszott már nagy szerepet. Most ezt csak azt akartam mutatni ezzel a képpel, hogy természetesen ilyen gumikat különböző hőmérsékletre lehet optimalizálni. Tehát ezért van olyan sokféle keverék most is, mondjam 3-4 féle a Forma 1-ben, mert attól függ, hogy milyen a pálya, milyen az aszfaltburkolat, milyen a hőmérséklet, más és más gumi lesz az ideális. Mert a túl meleg sem jó, mert akkor annyira lecsökken, mert akkor újból elkezd csökkenni, elfolyósodik a futófelület, és olyan lesz, mint a kendőszappan. Na most nézzük meg röviden, egy széria gumiabroncsnál, mondjuk ez egy ilyen klasszikus régi virsli gumi, ha elkezdjük elfordítani az adott sebességnél a kormányt egyre jobban, akkor a fehér terület az, ahol még tapad a gumi, ez a srafozott pedig az, ahol már nem. És ebből lesz egy ilyen folyamatos átmenet a tapadásból a csúszásba. Ez azért jobb egy utcai guminál, mert a vezető időben elkezdi érezni, hogy na már kezd kritikus lenni, már egy kicsit, majd mindjárt. És ezt lehet úgy ábrázolni, hogy ahogy fordítjuk el a kormányt, nő az oldalerő, majd elkezd csökkenni, de nem túl meredeken, tehát még mindig van esély visszanyerni a stabilitást. És a versenygumi másképp néz ki, sokkal meredegebben fut fel, sokkal magasabb értékre, és ha túllőttünk rajta, ott már nincs semmi. Tehát olyan hirtelen szakad le a tapadás, hogy ezt általában már senki nem tudja korrigálni, az nem a pályán szokott befejeződni. És tulajdonképpen csak ennyit akartam mondani, sikerült 5 percet meghagynom arra, hogy kérdéseket lehessen föltenni, úgyhogy nagyon szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére. Kicsit így hajtósabb lett a elvesztett negyed óra miatt, de remélem azért még élvezhető. Úgyhogy... Arról, hogy a kipufogó gázokkal mesterségesen meg lehet növelni az áramlási sebességet akkor is, ha az autó nem megy olyan gyorsan. És ezt odáig gyakorolták, ugye ezek benzinmotorok, elvileg ha elvesztjük a gázt, akkor kicsi a légnyelése a motornak. Ezt az elektronikával úgy meg lehetett variálni, hogy ha a vezető elvette a gázt, akkor nem a folytószelepet csukták be, hanem a gyújtási időponttal szabályozták le a teljesítményt, és megmaradt a motoron át a légnyelés, plusz a hozzáadott tüzelőanyag által bevitt energia, és így a nagysebességű forró kipufogó gázzal, ha megfújjuk a diffuzort alulról, akkor ugyanúgy leszorító erőt termel. Még valaki? Mindig esne az eső.
Az aerodinamikának is van benne szerepe, ugyanis ezen most már valamennyit változtattak, tehát ezért lettek olyan nagyok az első szárnyak és kicsik a hátsók, mert korábban az is hozzájárult, hogy a nagy hátsó szárny úgy megkavarja a levegőt, hogy az első szárny nem generált benne elég leszorító erőt, és aki a másik, a kanyarban nem lehetett követni a másikat néhány méteren belül, mert alulkormányzottan elcsúszott az autó eleje. Ez változott, de igazából nem sokat segít, tehát most ilyen mesterséges megtermékenyítés folyik ezzel a változtatható, nyitható hátsó szárnyal, hogy egyenesben lehessen előzni, hogyha ha sikerült egy másodpercre megközelíteni valakit, akkor bizonyos helyeken talán lehet vele előzni. Talán. Igen? Igen, a gumitapadásnál mennyire van mesterséges, és mennyire van új anyagok belejön magába, a gumi anyagába? Hát ezt csak a vegyészek tudnák megmondani, és abból is csak az, aki a gumigyárban dolgozik. Alapvetően az ennek a túlnyomó része naturkaucsok még mindig. Még mindig. A rengeteg féle adalékkal, de a bázisa az még mindig nem szintetikus, hanem naturkaucsuk. Tehát van mit csinálni még a mérnök uraknak, hogy... Van, igen. Bal oldalról nem jönnek a kérdések. Igen? Hú, hát ez, igen, ez egy kihívás most. A KESZ tulajdonképpen egy hibrid rendszer, ami arról szól, hogy a fékezés alatt megpróbáljuk a jármű kinetikai energiájának egy részét eltárolni. A többség erre ma litium-ion akkumulátorokat használ. A Williamsnek, nem tudom, hogy most éppen azt használják-e, volt egy lendkerekes energiatárolója, tehát egy nagyon nagy fordulatú szénszálakkal megerősített több tízezres fordulatú lendítőkerék, ami egyben egy elektromotor is, ami generátor és elektromotor üzemben tud menni. Tehát lényeg az, hogy valamilyen elektromos formában a fékezés alatt eltároljuk az energiát, és ezt bizonyos szituációkban a versenyző parancsára vissza tudjuk táplálni a rendszerbe. Azt hiszem most ilyen 70 lóerő körüli, nem tudom pontosan a 70? Hát, jó, igen. Köszönöm. Igen. Na most nem egyszerű a feladat, mert ha láttuk, hogy a leghosszabb féktávok nem tartanak 2 másodpercig. Ez alatt nem szabad úgy beavatkozni a fékerő eloszlásába az autónak, vagy pontosabban úgy szabad csak beavatkozni, hogy nehogy stabilitásvesztés legyen belőle, mert akkor nem érte meg. Tehát brutálisan jól kell vezérelni az egész rendszert ahhoz, hogy ez használható legyen, és ez volt az egyik legnagyobb kihívás. A másik pedig az, hogy az akkumulátorokat nyilván mindenki megpróbálja az említett súlypont probléma miatt a lehető legmélyebbre pozícionálni, nagyon nehéz őket hűteni. Nyilvánvalóan nagyon nagy teljesítménysűrűségű akkumulátorokat próbálunk használni, hogy ne legyen nehéz, és hát néha fölrobbannak. Igen. Szóval a litium-ion akkumulátor az nem rizikómentes. Megint a jobb oldal, igen. Előbb említettem, hogy a kumik nagyon fognak, és emiatt nem lehet akármilyen részét használni. Milyen korlátozás az, hogy lehet lassabb lenne a verseny, de érdekesebb lenne. Milyen korlátozás ilyen, hogy ne lehet csinálni? Ezt próbálták a hornyosgumival, de semmit nem ért, mert belőtték abba a kis tartományba a gyárak megint, ahol ideális volt. Ez így alakult ki. És egyébként nagyon érdekes még, bocs rögtön, ez egyébként, ha megfigyelitek, a kifutókörön senki nem megy az ideális íván, hanem mindenki a pálya szélén minden kanyarban. Ugyanis biztos, ami biztos, ha ne adj Isten valami elfogyott volna az autóról és súlyhatár alatt lenne, 4-6-8 kiló ilyen gumi morzsalékot tudnak felszenni az egy körön, és így biztos, hogy a mérlegelésnél nincs gond. Igen? Mi a véleménye 2004-es motorszabályokról, ott fog tenni majd? Rengeteg pénzbe fog kerülni, és alapvetően megint arról van szó, hogy minden szabályváltozásnál a gazdagabb csapatok néhány évig nagy előnyben vannak, a kisebbek lassan tudják behozni, más nem történik. Tehát megint széthúzódik a mezőny, és aztán kell néhány év, mire újból összerázódik. De olyan lesz, mint a régi kutmóvotorok, hogy ez annyira nem lehet utalni? Lesz rajta egy csomó korlátozás, tüzelőanyagátfolyás és egyebek, tehát megpróbálnak egy kicsit ilyen Le Mans, valamiféle zöld, környezetkímélő, akármely irányba menni. Mérnöki feladat, mindenki meg fogja oldani, rengetegbe fog kerülni, és mondom, szét fog húzódni megint a mezőny egy pár évre. Tehát tulajdonképpen ezzel kapcsolatban csak azt említeném meg, hogy mindig erről cikkeznek, hogy meg kell változtatni a szabályokat, hogy ne legyen olyan drága a sport. A sport nem olyan drága, amilyenek a szabályok, hanem olyan drága, amennyit a Mercedesnek, a Ferrarinak megér, hogy megpróbáljon nyerni.
És hogyha nem gumira és motorra, akkor a versenyzőre, vagy akármire fogják elkölteni a pénzt, de elfogják. Szóval ez teljesen illuzórikus. Amikor a turbomotorokat betiltották, annak is az volt a célja, hogy olcsóbb legyen a sport. Na most az új szívómotorok 4-szer annyiba kerültek. Mert a turbomotorok még 12-13 ezeres fordulaton működtek, a szívómotorok meg a végén már a 20 ezeres határ közelében, tehát 19 ezer fölött. És az sok pénzbe kerül. És ha a motorok számát lekorlátozzák, akkor a pályán ugyan kevesebbet használnak el, de otthon a fékteremben minden pályát leszimulálnak, hajszál pontosan dinamikus programok szerint, és pontosan belővik a motornak azt a terhelését, amivel az előírt versenyszámot még kibírja, és ehhez rengeteg motort használnak el. Szóval évekig szállítottunk alkatrészeket, és semmivel nem csökkent egy gyárnak mondjuk a vezérműtengely darab száma egy év alatt ezzel az új motorszabállyal. Tehát a pénzt akkor is kiadja mindenki, csak máshova. Ez olyan szinten megy, hogy a Ferrari-nál ilyen óriási parabola antennát látni a Forma 1-es részleg tetején, és ahol éppen verseny van, a friss adatokból párhuzamosan otthon a dinamikus fékpadon leszimálálják már szombaton a versenytávot, és aszerint lövik be azokat a határbeállítási paramétereket a motoron, amivel a verseny a legjobban, de még üzembiztosan végigmegy. Igen? Ez csak a szabályokon múlik. Értelme nincsen, Le Manon sincs, csak valaki hozott egy olyan szabályt, hogy a dízellel most a tankolás, a légnyelésre korlátozással együtt a dízelautóknak van esélye nyerni, most azok nyernek. Szóval ez csak és kizárólag a szabályalkotástól függ. Más kérdés hosszú távú versenyeken, ugyan ott is a szabályok nagyon befolyásolják, de mondjuk ilyen Párizs-Dakar jellegű versenyeken nyilván a 500 kilométeres távokon a tüzelőanyag fogyasztás már esetleg többet számíthat terepen. Ennek így Forma 1-ben semmiféle előnye nem lenne. Megoldható. Csak kérdés, hogy minek. Nem tudom, hogy lassan jön a következő előadó, vagy már itt van? Még nincsen? Akkor még kérdezzek. Igen? Leértem a mai versenyben, a kerekű versenyünknek, ami a 70-es évek közepén, 80-as évek elén. Akkor sem volt értelme, de rendkívül jó színfoltja volt az egésznek. Szóval csoda, hogy ezt meg... nyert versenyt egyébként, ha jól tudom, legalább egy futamot. Arra ment ki a dolog, hogy kisebb legyen a tokozatlan kerekeknél a légellenállás elől. Rengeteg kinematikai problémával tarkítva, hogy lehet ezt úgy kormányozni, amíg egyenesen megy az autó, meg úgy kanyarodna, ahogy gondoljuk, addig rendben van, de amikor már nem úgy kanyarodik, akkor szanaszét áll a négy kerék elől. Tehát nem volt triviális ennek a kezelése, de nagyon jól megcsinálták. És mindig az a gond egyébként az ilyen megoldásokkal, még ha jobb is lenne valamivel, a normál méretű gumirabroncs fejlesztésében annyival több tapasztalat van. Tehát annyi know-how folyik bele, és annyi időn keresztül csinálják, hogy egy azonos szintre egy attól eltérő méretet kifejleszteni egy év alatt nem lehet. Tehát erre mindig gondolni kell, hogy egyszerűen nincs összehasonlítható minőségű gumi, hogyha hirtelen egy más méretet akarok rendelni. Mert ott fokra optimalizálják a szálaknak a fekvését, a mindent, szóval... Igen? Na, bal oldal is, most már egész jó itt a... Azt mondom, hogy az első kerék is lehet, hogy volna, hogy mennyire befolyásolja a légállomásokat, hogy a magától is teljesen. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez tulajdonképpen hagyomány. Légellenállás szempontjából nagyon rossz, biztonság szempontjából szintén, de ez így hagyományos. Tehát most is látható volt, utóbbi időkben voltak ilyen összefutásos, ráfutásos balesetek, hogyha egy forró gumi a másikkal érintkezik a föl lefutó ágon, a hátulról jövő autót az úgy katapultálja föl a levegőbe. Ez régen egy küzdősport volt. Jó, nyilván szándékos leszorításokat nem kell megengedni, de... Nem tudom, hogy a mai szinten van-e értelme ennek a zöld asztal mellett eldöntött 20 másodperc plusz, meg 5 körrel, hát igen. Ez egy elég sajátos. Szóval a régi nagy versenyek idejében gyakorlatilag mindenkit ki lehetett volna zárni, aki dobogón állt. És ott a közönség még jobban élvezte. Igen. Tehát ilyen Villeneuve és René Arnoux és egyebekre, aki még emlékszik ilyenekre a 80-as évek közepén, ők néha többet voltak a pálya mellett, mint a pályán. Igen.
Igen? Mi kell ehhez? Először is nyelvtudás. Mint első és legfontosabb, ez angolul történik, forma egy gyakorlatilag angolul beszél komplet. Még Olaszországban is nagyon sokan, az egyetlen csapat egyébként, ahol nem 100%-osan angol a nyelv, ott olaszul is kell tudni azért, mert a kávézóban is sok minden történik. De ez teljesen komoly, tehát ez egy komoly kommunikációs forrás. Egy barátom, aki pár évig ott dolgozott, tavaly itt is volt előadni a Formula Student Motor Symposiumon. Azt mondja, az volt a legnagyobb kihívás, hogy meg tudjon inni annyi kávét, mint az olaszok, mert hogyha ebből kimaradt, akkor nem tudta, hogy mi történik a csapatban. Szóval, nyilván kell hozzá egy jó hírű iskola, hogyha valaki onnan szeretne oda kerülni, de a jó hírű és a jó iskola mellett alapvetően az szokott bekerülni, aki alacsonyabb versenykategóriákban bebizonyította, hogy ért hozzá. Tehát valahogyan földolgozza magát a rendszerben. És hát mondom, a versenyiparnak a túlnyomó része a Szigetországban létezik, történik, tehát ott vannak a beszállító cégek, gyakorlatilag a Renault és a Mercedes Forma 1-es autók is Angliában készülnek. Senki többet? Ja. Még az üzemanyagra szeretnék rákérdezni, hogy mennyi a nyomatéka neki, ha lehetne tudni, és mennyi az oktánszáma? Üzemanyagnak nyomatéka? Már az a munkaerő, amit ki tudnak még belőle, még préssel. Tehát ezek speciális benzinek, le van korlátozva, hogy mennyi oxigén lehet benne az egyéb összetevőkön kívül. Tehát az, hogy plusz teljesítményt ad-e vagy sem, ezt a szabályok által korlátozzák. És megmondom őszintén, az oktánszámát nem tudom fejből megmondani, valamennyivel 100 fölött van. Tessék? Nem, annyi biztosan nincsen. Tehát amikor még követtem, akkor ilyen 102-103 oktán körül jártak a Forma 1-es versenybenzinek. Lehet ezt még valahol fokozni, hogy nagyobb teljesítményt adjon? Nem sokat számít, mert ezen a fordulatokon már igazából nincs kopogásos égés. Tehát 15-18 ezeres fordulatokon régen nem lehetett kopogást detektálni, már nincs ideje a keveréknek arra, hogy elkerüljön abba az állapotba. Hát ez időfüggő folyamat is, az, hogy abba a szabad radikálisok kifejlődése, ez hosszú. Szóval megszűnik. Bizonyos fordulatszám fölött már nem kopog a motor, megint nem. Gyakorlatilag teljesítmény növelést mindig a levegő a drága a motorban, azon múlik a motor teljesítmény, hogy mennyi levegőt tudunk bejuttatni, mert a levegő szabja meg, hogy mennyi tüzelanyagot tudunk elégetni. És a 1 kg levegő az ugye 1 köbméter, 1 kg benzin meg alig több egy liternél, tehát mindig a levegővel van a gond, és amivel egy benzin szabad nyomással bevinni, a levegőt meg szívni kell, azért látszik, hogy mi múlik a teljesítmény. Tehát csak úgy lehet teljesítményt növelni, hogyha valamilyen módon folyadék formában oxigént tudnánk még bevinni, és ezért ezt nagyon szigorúan kötik a szabályok. Látom, hogy jön a következő előadás hallgató közönsége, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az aktív részvételt.